És hát nagy kérdés, hogy a Balmazújváros vissza tudja elhozni azt a formáját, ami jellemző volt rá a szezon legelején. Arra gondolok, hogy küzdenek, és azért egy-egy pontot összeszednek. Ugye mondom még egyszer, az utóbbi 5 meccsen 4-szer szenvedtek vereséget, és volt emellett egy döntetlenjük. Ez nagyon kevés, pláne úgy, hogy tényleg azért megvannak a helyzetek a Balmaz csapatának, de berúgni azokat nem nagyon sikerül. Úgyhogy van min javítani Horváth Ferencéknek, de hát a Paks egyáltalán nem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Szabó, szép esernyő, be lehet talán adni Szabó, és nem sikerült bekotolni, pedig ott érkezett Koltai a mérkőzés első helyzete a 26. percben. Ez nagyon szép Szabótól, azért meg kell dicsérni, szélsővédő ritkán ad ekkora esernyőt, és a beadás sem rossz, elég furcsa mozdulat volt, aztán végül Tamásról ment ki. Rácz egy ajándéklabdával indulhatna meg, ha nem lenne ott Szabó János, aki azonban nagyon magabiztosan szerelt, és hát kellenek az ilyen higgadt megoldások, mert hogy akár egy-egy hibából is eldőlhet a mérkőzés. Például egy ilyen hibából Koltai szerez labdát, Koltai elhúzták a lábát, legalábbis úgy nézett ki, Kulcsárlő, és vezet a Paks. Kellett egy kis szerencse is, hiszen Kulcsár lövése megpattant, de megvan a hazai előny. És Kulcsár az előző meccsen csereként beállva gólt rúgott a DVTK-nak, most kezdő volt megint a Paks csapatában, és megint gólt szerez. Tehetetlen volt a Balmazújváros kapusa, Csertő Aurél pedig elég higgadtan veszi tudomásul, hogy megszerzi a vezetés csapata. Pont a hibákról beszélünk, Koltainak elhúzzák a lábát, de nem reklamál, inkább felpattan, és aztán felpattan a labda is, méghozzá talán Uzom a lábán. Nem, hanem Tamás volt az, és védhetetlenül vágódott Pogacsics hálójába. Volt, ez egy elég érdekes mozdulat volt, és nem segítette csapattársát a paksi játékos. Pap Kristóf elől rúgta el a labdát, Karakó Ferenc pedig véget vett az első 45 percnek. Egy balmazújvárosi hibát követően a Paks megszerezte a vezetést Kulcsár Dávid révén, de egyébként egy olyan első félidőt láthattunk, ahol mindkét csapat a biztonságra törekedett, és hát túl sok helyzetet egyik fél sem dolgozott ki. Várjuk a picit eseménydúsabb folytatást. Itt van Szabó János, mind a 10 bajnokin, ott volt a paksi csapatban, és pályára is lépett. Hogy ahogy már említettem, az első félidőben egy gólja van, méghozzá a haladás ellen szerezte meg a vezetést. Nagyon közelről kotorta be azt a labdát a hálóba, de hát ott kellett lenni, és kellett az a gól is az első győzelemhez. Egy távoli lövés. Andrics tüzelt. De legalább most egy kis életjelet adott magáról a balmazújvárosi támadógépezet. Andrics nem támadta meg senki, így aztán lövésre vállalkozott, nem volt rossz. Koltai, ezt a labdát még meg lehet szerezni. Koltai középre adja, Pogacsics véd. Most nem sikerült már a kapura tenni ezt a labdát, nem volt érkező. Andrics. Andrics nagy lövés, Verpec. Elég furcsán ért bele, de megvan az másodszorra. Andrics nem volt rossz csere, megint távolról próbálkozott. Az is valami. És Koltai mehet. Daru kap egy labdát. Daru nem volt lesen, távolról lőtt, Pogacsics véd nagyot. És aztán Tamás tisztáz. No, végre egy veszélyes paksi kontra. Arabuli. Ő kapja a 16-oson belül, kiszorít a helyzetből Arabuli. Onnan már nem lehetett bevenni Verpec kapuját. És itt a hármas sípszó. Egy alacsony színvonalú mérkőzésen a Paks egy szerencsés találatnak köszönhetően megszerezte a vezetést, és aztán nagyon magabiztosan őrizte azt. Horváth Ferenc arra panaszkodott, hogy nem nagyon tudnak gólt lőni a támadói. Hát a mai mérkőzésen helyzetet sem igazán tudtak kialakítani. A Balmazújváros maradt sereghajtó, a Paks pedig megszerzi harmadik győzelmét a bajnokságban. Én a végeredménnyel búcsúzom. Paksi FC, Balmazújváros 1-0. Igazából a helyzetük nekik se volt, nekünk se nem volt egy jó mérkőzés.
Mi viszont, mint a barátok közt, amelyik minden nap van, mi is hozzuk azt a hibát minden héten, ami kell, ezt megbízhatóan tudjuk hozni. Hát megint kaptunk egy olyan gólt, ami abszolút elkerülhető lett volna. Úgy érzem, hogy uraltuk a mérkőzést, az első fél időben vezettünk is, 1-0-ra le kell hozni. Nullára nagyon régen játszottunk, most sikerült, az ellenfélnek nagyon kevés lehetősége volt, de nagyon nehéz is volt ellene játszani, nagyon masszívan védekeztek. Úgy érzem, hogy ezt az 1-0 ezt teljesen megérdemelt, sőt 1-0-nál volt egy meccslabdánk. A végén évegették fel, az mindig veszélyes, de nem alakította ki belőle a helyzetet. Úgy érzem, hogy ezt az 1-0-at megérdemelt el csapat, és ez is erőt adhat, hogy végre 0-ra hoztunk egy mérkőzést. Ha nem passzoljuk haza oda a labdát, akkor nincsen elesés, akkor nincsen semmi. Hát ilyen hibákat minden héten tudunk hozni, így nagyon nehéz mérkőzés nyerni. Mindegy, ki rúgja a gólt, csak egy kicsike góllal, mindegy, hogy milyen ilyenre sikerült, de valahogy gyűjtsük be ezt a 3 pontot, mert ez vízválasztó lehet a bajnokság következő szakaszára, és szerencsére mellékpártolt a szerencsés, egy ilyen góllal nagy nehezen sikerült begyűrnünk a Balmazújvárost. Azt halljuk, hogy mindig az a legjobb játékosunk, aki pályán van. Tehát igazából minden játékosra szükség van egy hosszabb szezonba. Tehát mindenkit egyformán kezelünk, valóban jó játékosok dőltek ki, de úgy érzem, hogy jó játékosok is játszottak helyettük. Ami eddig az erőségünk volt, ugye, hogy kevés gólt kaptunk, főleg hazai pályán, az valahogy elvesztettük, de végre sikerült egy olyan meccset lehoznunk, ahol tényleg nem kaptunk gólt. És igazából nem is volt olyan nagyon nagy helyzete a Balmazújvárosnak, én legalábbis nem is emlékszem rá. Nagyon masszívak voltunk, hát látszott a csapatnak van tartása, onnan nem engedtük kibontakozni az ellenfelet, viszont egy felcsuti túra vár ránk, jó csapat, rengeteg játékost igazoltak, de őket is meg lehet tudni verni, és úgy megyünk, hogy győzünk. Próbálunk előre menni, de hát rohanunk állandóan az eredmények után, ilyen hülyeségek miatt állandóan rákényszerülünk egy teljesen más játékra, az meg igazából nem áll jól nekünk.